Csirke, csirkepöri, csirkepörkölt, egy, kettő, csirkepörkölt, ja, amúgy készen állunk. Néhány kérdést szeretnék feltenni, ti vagytok a Csak Neked kislány, ugye? Nem, nem, de. Az Edda? Ti vagytok a United? A Csak Neked kislánynak a háromnegyede vagyunk. Fatér Ambrus, Csepella Olivér és Konsicki Dávid. Most is ott csókolózunk a sötétben. Miért a Tihany című dalt választottuk arra, hogy klipet csináljunk belőle, Dávid? Nos, lehetett volna még választani 13 másik számot is, amik felkerülnek a legelső Csak Neked kislány stúdióalbumra. Igazából az volt, hogy bedobtuk az összes számnak egy kis cetlin, ilyen kis kapszulákba belecsavartuk az összes szám címét kapszulákba, és ezeket a kapszulákat bedobtuk egy akváriumba, és onnan egy ilyen baby polip kialászott egyet, és a Tihany volt az. Igaz történet. Amikor a Tihanyt megírtad, Ambrus, mire gondoltál? Képzeld el, hát az történt, hogy gimnáziumban nagyon-nagyon kevés csaj bagózott felém. Tulajdonképpen egy sem, mindegyik utált, megvetett, és én csak próbálkoztam, és volt egy ilyen művésztábor a Tihanyban, és lementünk, és rajzolgattam, ilyen nagy göndör hajam volt akkor még, és ilyen pici szemüvegem, ilyen fura, ilyen kicsit hülyén is állt, meg ilyen magas voltam, és ilyen fogrések voltak a fogaim között. Na mindegy. Hagyjuk a múltat, most már a jelenben vagyok, és filmeket igyekszem rendezni. Ez volt, és akkor próbáltam megcsókolni egy lányt a sötét utcán. Így volt? Én nem voltam ott, honnan tudjam, haver. Jó, hogy nem barátkoztam, mert kurva szarul néztél ki. Van, akivel szeretne lenni senki, senki. Nem azzal van, akivel szeretne lenni senki, senki. Nem azzal van, akivel szeretne lenni senki, senki. Jó, mi a, igen, a klipnek van-e, hogy mi? Hogy mi? Hogy mi? Mi a sztoria? Mi ez a klip egyáltalán? Ja, mi az? Mi a szám cím? Mi is az, hogy klip? Honnan a név? Srácok, el tudjátok nekem röviden mondani, hogy mi is volt a klip koncepciója, hogy találtátok ki, mi történt? Van egy, a zenekari entitás egy piros pulóverben, és egy zseblámpa az egyetlen fényforrása a klipnek, és ő a sötétben botorkál össze-vissza, és aztán véget ér a klip. Egy ilyen szabad asszociációs képsor a Tihanyra. Tessék, és akkor az orrom alá dugja a mikrofont, hogy mondjam el a koncepciót, és ő elmondja így három szóban. Te rohadék! Ne lenni senki, senki, nem azzal van, akivel szeretne lenni senki, senki, nem azzal van, akivel szeretne lenni senki, senki, nem azzal van, akivel szeretne lenni senki, senki, Ambrus, mondd el nekünk három helyszínt erről a klipforgatásról. Voltunk Tihanyban, képzeljétek el. Wow, igen, tényleg. Milyen fantáziadós fickók vagyunk. Sajnáljuk. Esett az eső, geci hideg volt, és benne álltunk a Balatonban. Gólya, voltunk a gólya. Király volt, várj. Vagyunk a gólyában. Vagyunk a gólyában. A gólyában fogjuk felvenni főleg a belsőket, mert ott van sokféle tér. A zenekar megalakulása is erősen a gólyához köthető. Egyébként igen, igen. Sőt, hát igazából a gólya elődje a Frisco-é. De akarunk erről beszélni? Bármi hihetetlen, forgattunk egy barlangban. Oh. Nagyon szép barlang volt. Barlangban vagyunk, klipet forgatunk. Nincs sok időnk. Dávid, gyorsan mondd el, hogy miért várjuk meg, hogy kimenjenek a gyerekek, hogy lekapcsoljuk a villanyt. Igazából most mondtad el, hogy le akarjuk kapcsolni a villanyt. Dávid? Nem azért kapcsoljuk le a villanyt, mert én letolom a nadrágom. De. A stáb. Ambrus, kérlek, mesélj a stábról. Ho-ho! Bang! Legjobb stábunk van. Ki a kedvenc stábod? Ez. Ambrusnak mondtam a férfi WC-ben, hogy... Ezt vágjuk ki, jó srácok, ezt vágjuk ki. De erről jut eszembe, hogy mondta neki, hogy ez egy annyira jó stáb, hogy szívesen hajóznék velük valahol egy tengeren, és... rájuk, egy karószhajón, és rájuk bíznám az életemet.
a Színház és Filmművészeti Egyetemen haláztuk össze őket, mert az SFE is sokat segít a klipben, el kell mondani. Az SFE is. Meg az SFE is. És akkor van a Nyoszori Ákos nevű operatőr, aki egy tündérpofa. Vannak még sokan mások, akik segítenek nekünk. Van Juhász Renáta, a gyártásvezető, Csingun, Gyurice Matyi, Podányi. Ő a legjobb. Fatér Amrus, aki a dobosunk, ő a rendező ember, nagyon komoly, rágózik is, meg minden. Szigorú. Arrrr. Figyelj. Tessék. Na ez lesz a jó. Rajzfilmeket nézünk, és nem tudunk olvasni. Ez a Csak Neked Kislány zenekar.